Pacsi mindenkinek, srácok, Dízel vagyok, és itt lenne a legújabb videóm, ahol Twitch-el fogok játszani. Természetesen nem vagyok egyedül, hanem itt van szokás szerint velem a kis csapatom, akit mindjárt be is fogok nektek mutatni. Csak gyors, megvásárolom itt a dolgokat. Szóval, eredetileg Kalisztával akartam játszani, de mivel ki van kapcsolva, és én ezt nem igazán olvastam el, úgyhogy így maradunk Twitch-nél, mint B-terv. Igazából szerintem, amióta felújították még jó pár hónap ezelőtt, azóta az első meccsen vele, szóval eléggé random lesz, majd gyors megpróbálunk valamit összehozni. Na, de mint mondtam, nem vagyok egyedül, hanem velem van mint True, Eleven, mint Talon, Mid, aztán Tanya VL, mint Rise Top, Sleepy, mint Amumu Jungle, és Mosogasd, vagy Blizz, mint support, aki ő fog engem supportolni. A csapatból páran fenn vannak teljesen, de ők így szépen lenémították magukat, hogy így a kommentálásban ne legyen esetleg így zavar, hogy így mindenki beszél mindenfele. Ezért így mosogasd fenn van, főleg ugye, hogy Blizz, hogy tudjunk beszélgetni normálisan, meg így eredetileg a Kalista ulti miatt gondoltam, hogy jó lenne. Jó, viszont ahogy látom, Sleepy nem itt fog kezdeni, boton, úgyhogy igazából szerintem majd lassan mehetünk is a lére, majd esetleg egy ward, igen, ezt akartam mondani, ah, hát Blizz, tehát rugóra jár az agyunk, tökéletes. Na, Twitch-ra amit tudni kell, hogy gyorsan utánolvastam így neten, hogy mit kell neki venni, meg mit kell azért nagyjából csinálni, itt ajánlottak BOTRK-s buildet, Infinity-s buildet, hát nehéz kérdés, ugye igazából ez egy asszin AD-carry-nek is mondhatnám a Q-nak köszönhetően, ugye hogy a Q láthatatlan odamész, lecsapod meg ilyenek. Jó, hát alapból Twitch passzívjáról pár szót, ugye ez egy igazából egy méreg, ami másodpercenként sebez, lehet stackelni, a Q egy láthatatlanság, és ha kijössz a láthatatlanságból kapsz attack speedet, a W egy területi ilyen lassítás, illetve mérgezés. Az E az egy ilyen, minél több stack van rajta, rárobbantja a fejére. Végül is majd, hogy nem Kalista, szóval ez ilyen kicsit Kalista feelingű cucc. Úgyhogy nem mentünk annyira messze. Még ne trédelj szerintem annyira így early game-be. Lehet, hogy early-be picit erősebb az MF. És kettő farmot sajnos el is visszaálltam. Nagyon király. Ó, látom, átvette tőlem azért nem is. Megpróbálunk annyit leszítelni, amennyit lehet. Az expunge-al pedig most sikerült leszednem még a szalászítot is, így még az se kiistem úgy igazán le. Morgana nem mozog annyira. Gondolkozok, mint mondtam, volt a BOTRK-s build, illetve Infinite Edge-es build, hogy esetleg mi lenne a jobb. Szerintem én maradok a BOTRK-snál, mivel aztán a legcélszerűbb azzal a Q-s E kombóval. Ó, fuck it. Az szép volt, az nagyon szép volt, imádlak. Az jó lehet, az jó lehet. Meg tudod fogni, meg tudod fogni. Baby. Nem, ez nem. Hú! Hát ez nem volt egy könnyű trade. Még igen, itt azt reméltem, hogy Morganát meg fogom tudni ölni, csak ő is shield hozott, és az MF is, és ez a két heal azért kicsit meglepett. Jó. Jó, azt reméltem, hogy Q-val igazából most csak egy gyors teszt volt, megnéztük, hogy mégis mit csinál. Szerintem level 6-ig kicsit passzívabban el kell farmolgatnom, aztán utána az ultival majd meg kell lepnem azt az MF-et. Talán ez lenne a legjobb taktika így hirtelen. Ugye Morganát visszakényszerítettük a base-re, aki most meg is jött, mondjuk. Mindegy, én is visszamegyek, szerintem menjünk vissza mindketten, Blizz, és... maradok a BOTRK-s build-nél, viszont én szerintem nem a Yumus Ghost Blade-re fogok rámenni, hanem a Static Shave-re. Nem tudom miért, én nekem az item kicsit szimpatikusabb, én azt jobban szeretem. Ez szerintem maradhat ízlések és pofonok, de esetleg, hogyha tényleg nagyon van mi nagyon nagy hibát... Opa. Így kicsit több goldot spóroltam. Ha valami nagyon nagy hibát csinálok, nyugodtan mondjátok meg, srácok, tudjátok, nem vagyok egy nagy ADC main. Minden tanácsot elfogadok.
Csak akkor az legyen megalapozva, légy szíves. Tehát már van, hogy ilyen tanácsot kapok, mit tudom, hogy Arira ne vegyél Robodont butuska, mert inkább vegyél akkor rá még két Deathfire Crespet, mert akkor kétszer fogod tudni használni. Nem, tehát most attól, tehát légy szíves, legyen alátámasztva, mert alapjáraton meg ugyanak semmi értelme. Na, de viszont visszatérve erre, közben megnézzük, hogy látjuk Syndra, az valószínűleg most remélem a Morellós buildet fogja vinni, mert annak lenne úgy igazán értelme talon ellen. Én pedig itt sajnos a kamera mozgatás miatt elmiszeltem egy nasztitet. Ó, király. Köszönöm a segítséget. Azt nem szóval nem sikerül megcsinálni. Nem, nem baj. Jó, igazából most azt mondom, hogy talán fajasztjuk a lényt itt egy picit. És... ezt a trédet szerintem megnyertük. Elmondhatjuk. Jobban kijöttünk belőle. Bőven, mint az ellenfél. Ó, szóval ott a Morgana, akit egy szép kis lövéssel. És intéztünk. MF-nek a kis pattanó lőszere szerencsére nem talált el minket. Így az megpróbálok úgy helyezkedni lehetőleg, hogy a minionokra tudjon rámenni. És meg is volt közben a First Blood. 6. percnél az ellenfél megszerezte. Ajajajajaj. Most kicsit visszaszorítottak minket. Hát szerintem talán az egyik legerősebb AD carry régen is, és talán most is MF, mint alap damage-re, meg hát ez az egész így, szerintem egy lukas AD carry. Talán őt legkönnyebb használni. Szerintem legalábbis. Au. Hát igen. Au. Na igen. Ez fight. Vissza kell majd mennem. Megint. Az nagyon szép. Ó, gyönyörű. Így, mosogasd. Best soup, EUV. Nagyon szépen észrevette. Nagyon szép volt maga a snare is. Kevés HP, meg alacsonyabb szintű is volt az ellenfél Morganája, mint ugye mi, és így pár lövésből nézve az expansion ki is végeztük szépen. Jó, az expansion van 10 szekcid, de ennyi, mint nekem most megért, hogy megszerezzem a last hitet. Közben pedig kapjuk itt a genket, ami safe gank, és lehet meg is van vele. Elhealed, az meg kell... Na, az sajnos nincs meg, pedig majdnem, nem sokon múlt. Nyakon kéne dobnom a W-vel, és akkor lehet bele is halna a poisonbe. Oké, és hamarosan meg vagyunk level 6-osak, úgyhogy akkor Twitch-et már is kiátszhatjuk a kis Q-ját, ugye ahogy megjelenünk egyszer csak a lényen, aztán nagyon verjük vele az ellenfelet, ugye pár lövés, hány lövés? Azt hiszem 7 másodpercig nagyobb range-ünk lesz, és erősebbeket is lövünk, ami így elég jó kis dolog szerintem. Au. Ugye ezt a kút még érdemes lehet használni sokszor gankek elkerülésre, ugye jön mit tudom én most a mastery, akkor ez eléggé fájna, de benyom szépen a kút, pár másodpercen pedig van arra, hogy szépen így visszamásztak a biztonságos kis torony alá. Egyelőre igen, azt kell mondjam, jobban állunk, mint az ellenfél csapata. Mint mondtam, maradok a biotérkás buildnél, és a Bilgewater Cutlass mellé veszek még magamhoz 3 potit. HP poti lesz, megpróbáljuk minél előbb azt kiszedni, és még kb. 1 vagy 2 minion kell ahhoz, hogy tényleg level 6-osak legyünk. Akkor viszont kicsit agresszívabbra is vehetjük a lényt. Ugye szerencsére most pusolnak, de nem fogják tudni befejezni a tornyot, ez nekik mindenképpen jó hír. És ahogy látjuk, az ellenfél se szedte még le a dragont, úgyhogy az biztonságban ott van, majd a sutyós útjárákot gyorsan le kell csípnünk. Közben viszont topról, ahogy látom, lenézett midre a kis bűzölgő barátunk. Mármint Singed. Két büdös van most a csapatban, illetve a játékban. Szerintem igazából most rájuk is mehetnénk. Na várjunk, na igen, tehát hogy is működik ez a... Ha megsebeznek, akkor nem, vagy most késlet. Igen, ha megsebeznek, akkor később fog aktiválódni a láthatatlanságom. Ezt nem szabad elfejteni, mert most belesétáltam a Morganának a kis taknyába, aztán már is pár másodperccel később sikerült láthatatlan lennem.
az szép. Jó, meg is van. És az is megvan. Nagyon szép volt. Szép volt. A flash-emet el kellett érte használnom ugyan, de legalább a kill megvan. Expandjunk az hamarosan maximum szintű lesz, és már azért nem szabad alábecsülni a damage-et, elég nagyot tud ütni. Mastery arra rohangál, Dragon még mindig nem vittek hamarosan, viszont nekünk már arra kell, hogy menjünk. De egyelőre a farmunkat kell minél jobbra felvinni, mert jelenleg azért nem állunk annyira fényesen, jelenleg 72 farma rendelkezünk, ami még mindig 3 vagy 7 napra 20-szal több, mint az MF. De azért ez még nem tökéletes, jobbok is lehetnénk, főleg így, hogy dominálunk a lénen. Ezt a tornyot még egyelőre nem szabad elvinni, meg kell tartani, viszont 300 kell csak a BOTRK-ra, úgyhogy én azt megpróbálom kifarmolni, addig nem annyira szeretnék visszamenni, mivel az lesz egy ismét egy nagyobb damage úrás, ami sokat fog nekünk segíteni az ulti mellett, és akkor már aztán tényleg tudunk menni leasszaszinkodni itt az ellenfelet. Jó, körülbelül még 150 gold, körülbelül még 100 gold. Már van manánk az expansra is. Nem kéne dive-olni szerintem. Semmiképpen. Nekem nincs elég manám. Nincs sem Morganának ultia. Summoner spellem sincsen. Egyelőre elég az, hogyha csak így kicsit pókolgatom esetleg. Nem szabad ezt annyira halálosan komolyan venni, hogy így be is menjünk torony alá, mert ezt könnyen ki tudják szedni ugye. Ó, mondjuk ez nagyon szép. Ó. Kijött legalább a heal. Jó, viszont én vissza tudok menni, mert megvan a BOTRK, úgyhogy menjünk vissza, mosogasd, vagy Blizz. Ó, milyen kis sündörgős potion van rajtad, ami bugybrutty. 6-3 jelenleg az állás a csapatoknál, farmban jelenleg nekem van, ahogy látom a legtöbb, viszont Syndra az elég szorosan fel van zárkózva utánam. Elég szépen tud farmolni, minden ugye át az észszerűnvel talon ugye alapban egy mini karakter, Syndra pedig a pontos spammeli, hogy látjátok a spelleket. Viszont, amit én gyakori hibának tartok, az, hogy ő Chalice of the Harmony-t vett talon ellen. Szerintem a Morello, főleg úgy, hogy Kidoran's Ringet vett, a Morello talán kifizetődő, mivel az még a lifesteal-t is lefelezi, tehát már az nagyon nagy előnye egy AD-s karakter ellen. És azt kell, hogy mondjam, ez a Twitch sem egy annyira veszélyesen nehéz karakter, szerintem, most, hogy így kipróbálom. Tehát meg lehet nézni esetleg nyugodtan a LoL Kingen az akkontomat. Opa! Bocsánat, nem figyeltem, nagyon beszéltem. A Dragont meg tudjuk lehet akadályozni a Dragonoznak. Sutyús útyarák. Jó. Elkapjuk. Expansion mindjárt van. Nagyon szép, vigyük el a kék buffot. Ez nekem jól fog jönni, el tudok tudni expansion-olgatni folyamatosan. Vagy mi a neve? Már nem expansion neve, bocsánat. Nagyon-nagyon hozzászoktam a régi Twitchhez, mondom, akkor játszottam vele utoljára, akkor még expansion-nak csúfolták ezt az expelt. Pontotlanságért bocsi srácok. Azt a Morganát szerintem simán meg tudjuk ott lepni, ha bár elhasználtam most a BOTRK stackemet. Így lassítani nem igen fogom tudni, de szerintem nem is kell, mert ahogy látom ott marad eléggé a lénen. Most mit csináljon? Ő se tudja. Hát erre nem gondoltam. Hogy őszinte legyek, hogy be fog gosztolni egy Morgana support, de akkor jó. Valószínűleg azért van, mert a csapatom, mint mondtam, általában ugye mindenkit behívok a játékba, tehát nincs olyan, hogy megkülönböztetek bárkit, mindenki jöhet, és van velünk egy level 10-valahányas szintű, méghozzá a toposunk, így elég valószínű, hogy ugye, ő húzta be a Morganát, de így akkor semmi, tehát nem fogjuk annyit megalni, bármi. Úgy, az egy nagyon gyönyörű volt. Nem. És jól nem nyaltam meg. Nem sokon múlt pedig. Ej. Kár érte.
Jó, a következő itemünk pedig szerintem már statik. Statik után pedig Infinite Edge, Last Whisper és defensive item, lehet a Banshee vagy Guardian. Ez esetben szerintem nagy összesége a Banshee lesz, mivel elég nagy magic damage-el rendelkezik az enemy team. Oké, persze ott van az a mastery meg minden, de a Banshee aztán mégiscsak viccesebb. Jelenleg 9-6 az állás. 4-0-ban vagyunk, 105 farmal, 15. percre. Egyedül tényleg a farmal nem vagyok úgy megbékélve, viszont Blissel nagyon jól összejátszunk, vagy mosogasdal, és még nem vitték el a sárkányt az ellenfél csapata, és hogy látjuk, Master így vissza is megy. Mi pedig most besznikizünk egyet ide az, az ellenfélhez. Akartam elhasználni az expunge-ot, teszem azt, hogyha flash-el nem, mert aztán az előbb nem használt el a flash-et. És így akkor még range-be tudtam volna maradni. Ó, nem használtam. Mi az, hogy nem használtam el a BOTR-ket? Azt hittem elhasználtam. Mastery meghalt. Ojjjj. Hát itt most lehet. Oké. Au! Megpróbáltam kikerülni Syndra-nak azt az ütését a flash-emmel, de nem volt sajnos elég, hogy leburstoljam. Nincs akkor a damage-em. Úgyhogy ez kicsit fájt. A sárkányt viszont sajnos elvitték. Így mindenképpen rosszabbul jöttünk ki ebből a trade-ből, mint ahogy kellett volna. Hajajajajaj, hát ez egy elég necces meccs így. De elvitték a sárkányt. Ha tabot megnyomod, mutatja, hogy elvitték. A tabot, ha megnyomjátok, és ott van a scoreboard 12-9 mellett a sárkány, ott vannak a... Nekem mutatja, hogy elvitték. Itt egy kis piros csík. Ben, de hát mindjárt kiderül, be kell vardolni a sárkányt, és hát meglátjuk. Vardoljátok be, léci. És elvitték. Bizony. Na mindegy, tök mindegy, elvitték, az a lényeg. Meg kell állnunk pusolni, úgyhogy most boton kicsit agresszívabbra kell vennünk a dolgot. Szerintem most már simán le tudjuk őket trénelni. Habár az MF-nek hamarosan meg lesz az Infinite Edge, ami ezért egy elég nagy damage boost hirtelen. Főleg, ó, a Syndra az már Rampage. Rampage, viszont Shutdown, ami megint csak nagyon jó nekünk. A jó kis talon assassinunk az jó, hogyha erős lesz. Bizony, Syndra Burst az nem túl vicces. Hát nem lett sajnos meg. Még azt reméltem, hogy be fogom tudni fejezni. Csak elflesselt. Az előbb ezt akartam megvédeni, vagy ettől akartam megóvni magamat, hogy elflesseljen, és akkor meg fogom tudni ölni. Nem gáz. Oké, és 126 farmmal rendelkezünk jelenleg. Be kéne mennünk midre azt a Singeret elkapdosni. Valamennyire. Viszont nekem közben a statikon megvan, meg itt a sutyó-sutyerák is. Oké. Sutyerák már velünk van, egy darabig már mind. Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű. Nagyon szép. És el is vittük a killt, köszönjük. Közben Tanya meg farmolhat topon, amennyit csak tud. És pusolhatja is a lane-t, így hát a legtöbb farmhoz fog tudni jutni majd. Oké, és ezeket befejezve most már az Infinite Edge-re kell rámennünk, még nagyobb burst érdekében. Ha annyira még nem épített armort az ellenfél csapat, ugye a Singed-re is láttatok, elég nagyot tudtunk sebezni. Ez ugye annak összehető, hogy tényleg eddig csak a Radofage-e van meg, jó most a tier, az stack-kelő, ugye folyton, meg egy kis magic resist-je van. Hát ez még nem olyan nagy dolog, egyedül Morgana-nak van egy chain vest-je, de hát ez sem egy túl nagy dolog. Viszont a Mastery a late game-mel majd vigyáznunk kell, de jelenleg ugye hát az elég jó 0-3-ban van. Úgyhogy annyira nem kell paráznunk. Viszont nekünk most már van egy jó kis burstünk. Statikkal. És
is level 2-es az ultimate spellünk. Megy botlén fel midre, nekünk is követnünk kell őket. Einnét most, hogy megvan az ultim, és a sutyós útjárák is velünk van. Talán még elkaphatunk valakit, vagy nem, nem sajnos nem. Hát de maradt az, hogy pusoljuk a lént. Ajjajaj. Pókolgatunk, pókolgatunk. Nem szabad frontline-ba maradni, így vissza kell mennünk, ugye nem hagyhatjuk azt, hogy esetleg elől maradjunk túlságosan és elkapjanak minket. Itt láttátok Twitch-nek a spejét, nagyon jól ki tudtam én is használni, de a csapatnak a reakció is nagyon-nagyon szép volt. Az Amumu Q, vagy az elkapás, az amikor ráugrik Pókember módjára, nagyon szépen elkapta őket, a Morgana Q nagyon szép volt, Talonnak tényleg jó volt a lassítása, illetve az ultia, meg én is szépen be tudtam menni láthatatlanul, leultiztam őket, nagyon sok damage-et ki tudtam osztani, aztán egy szép nem expansion, hanem Contaminate, vagy az istennek a neve, azzal le is csíptem a HP-ünk nagy részét, egy kill az enyém lett, kettő pedig nem tudom, de a csapat többi tagjáé, úgyhogy ez is megfelel. 8-1 jelenleg az állás, 150 farmmal rendelkezünk, mi vezetjük a játékban a legnagyobb farmot, legalábbis jelenleg, ez már nem rossz. De ezzel még tényleg van mit javítani. Blizzel nagyon szépen össze tudunk dolgozni. Ügyesen supportol. Mert ezzel voltam nagy gonddal, hogy ugye Kalisztával Jhut akartam hozni supportolni, de ugye Jhut se tudtam elérni sajnos, így mindenképpen maradt valami B-terv. De örülök, mert így tényleg jó lett. Twitchünk közben mondogatja, hogy ne fürdjél le. Aztán én azt mondom, hogy menjünk vissza, mivel már van egy BF Sword-ünk. Ugye a K nagy kard. Infinite Edge már nincs olyan messze. Big fucking Sword megvéve, és potink az még mindig megvan. Azt egyelőre nem adom el, mert miért? Tehát igazából használom, eddig annyira nem kellett most. Eladni nincs értelme, mert nem tudnék helyette semmit se venni. Szóval most a legfontosabb, hogy elérjük a dragont, és hát lehetőleg mi vigyük el, ne az ellenfél csapata. Ugye Syndra-topon van, ezt ki kell használni, nincs teleportja, neki elég sok idő, amíg leér botra. Gondolom nem time-olta az ellenfél annyira a dragont, hogy nem figyelt rá. Ha Talon el tudja vinni Miss Fortune-t, az jó, de ha lesebzi, az is bőven oké. Elég gyorsan le fogunk tudni szedni. Elég nagy damage-re rendelkezek már én is. Hát meg ezt is leszámolt. A Master már mint hűségesen beflesselt, hogy bejön, aztán hát egy pofára esésnek hívják. Azt a sutyós útjárák még gyúkol. És amíg a többiek onnit mennek rá Morganára, valószínűleg be fog gosztolni, így én elindulok. Á, mindegy, az úgyse gosztol már sehova. Benézzünk ide. Semmi. Ah, ez mi itt? Valami itt maradt, valami ide bugolódott. Ah, ez Masterének a retke. Áú. Azt hittem pedig, hogy meg fogom tudni ölni. A biotérket megint nem nyomtam el. Ez volt a legnagyobb hiba. És a Miss Fortune túlélte. Nem sok HP-val élette amúgy túl. Azért gondoltam, hogy így meg fogom tudni ölni. Igazából az Infinite Edge lett volna szinte 100%, de most olyan jó 70% volt rá, de sajnos hát pont nem sikerült. Nem viszont is köveinket. Még a réteget is bekássam gyorsan a mumutól. És akkor elegendő goldunk. Nem, mondjuk ma így is elég gold van. Most eladom a potikat viszont. Akkor már nem kell sok ahhoz, hogy tényleg be tudjam fejezni az ügyet. Nézzük csak. Már is van a pickaxe. Super, full HP, full mana. És... ojaj. Ahogy látom, a csapat többi tagja valószínűleg el fog vérezni. Na, chatre nem szabad ilyeneket írkálni. De ne. Miért jöttél utánam? Ne.
Ah, ha nem látnak téged, Blizz, akkor meg tudtam volna ölni. Nem baj. Semmi baj, ugyan. Őt viszont nagyon gyorsan be tudtuk fejezni, ezt a kéket pedig gyorsan belopjuk. A biotérket... nem tudom, smartcaston hagytam pedig. Ojaj. Mi van itt? Jó, akkor azt a... Morganát nézzük meg. Kis free goldot. Ne idegesíts már. Ne idegesítsél! Na végre. Az expansion azért csak elvitte. Na, elsírtam volna magam, ha megint túléli a ghosttal. Jó. Hamarosan lesz dragon, így arra kell majd fókuszálnunk valamennyire, hogy mi vigyünk el mindig többet, mint az ellenfél. Ugye hát ez dragon, mint mondtam, nagyon-nagyon fontos, kulcsfontosságú dolog lett a játékban. Ugye ahhoz, hogy még mindig ugye a játék az nem a killekről szól, hanem arról, hogy a tornyokat be tudjuk vinni, és a Nexus-t el tudjuk pusztítani. De viszont ahhoz, hogy ezt elérjük, ugye azért nem rossz, hogyha sok kill van a játékosnak, mert ugye akkor tud carry-zni, meg stb. Csak az, hogy ez a carry, ez most már nagy mértékben szükséges a dragon is. És hogy látom a Buju Killer Master-ét. Akit... Na, pusztulj már meg. Elindulunk midre, többiekkel. Nincs sok manám, nincs sok manám. Jó. Hát nem hiszem, hogy elviszi a campers. Na hát ez a master is. Kempelünk. Ebben a játékban kempelünk. Ez nem csi jó emberek. Sajnos nem vitte el a mérgezés. Azt a drága singet pajtást. Gondolom azért, mert ja, hát igen, megvan a Spectral Skull, meg a azért is, mert benyomta az ultiát, és az neki nagyon nagy HP regent ad. Utána be idézőjel, vagy ilyen Dr. Genya jel, hogy bebuggoltattuk a gólemeket. De hát szerintem meneküljünk, mit szólsz hozzá. Visszajött a healem. Úgyhogy az már van. Flash-em még kb. Egy perc. Singed pajtás ott futkozik. Hát, és amúgy meg is rölhetjük. Na, hallj meg. Most menjünk vissza, azt mondom. 27-15 az állás. Még egy perc a dragonig, arra kell készülnünk, srácok, azt ne felejtsétek el. Közben megvan nekem már az Infinite Edge, és hamarosan a Last Whisper is, de mivel elszámoltam a goldot, ezért inkább csak egy kis kardot, illetve a futkozós dolgot veszük meg. Alp is, de aranyos így fut. Amúgy elvileg most skinnel játszok, még amit Mysteryben nyitottam egyszer, a Kingpin Twitch-sel. Az nem tudom, hogy mennyire különbözik amúgy az eredetitől, elvileg kicsit színesebb. Ja, hát ilyet szoktam rókázni általában, ha répás krumplit eszek, meg vodkát iszok mellé, de nem amúgy, tehát csak így vicceltem, de hát történetem még nagyon ocsmány ez a skin. Azt hiszem ez az, amit a referálért lehet kapni, csak ugye tényleg ezt Mysteryben nyitottam. Ja, viszont a Mystery azért jó arc is volt velem, mert Rúcsa szintarék, meg Kingpin Twitch után azért kaptam egy Dragon Blade event, amit már nem lehet megvenni. Úgyhogy ez az első normális ajándék, amit Mysteryből kaptam, és nem olyan, amit mivel kiugranik az ablakon. És meg is jött a kis Dragon. Gyere már le, ne ugráljál. Gyere már! Elégre. Jó, hát szerintem ide ideér az ellenfél, addigra ennek meg is kell lennie. Pushing power! És már tudunk pusolni is. Ja, hát kinda gyilkolom. Mielőtt még megüt, igazán. Ó, pókemberünk megy. És most már pusher powerrel. Oly, de szépeket sebzek. Ha itt a Morgana. Úgy, benyomjuk. Kás, 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 kás. Ne! De kás! Lol. Bocsi, Tánya. Látom, szinket eljárt. Jaj, de szép, jaj, de szép.
Aj, de szép Puk. A Puk ember nagyon elemébe van. Úsa, csak ne röhögök, kérlek, mert kiugrok az ablakon. Te Jézus. Elviszem a csirkéket. Úgy. Szeretlek titeket. Akkor elviszem a kéket. Jaj! Ezt lehet elcsesztem. Ezt lehet elcsesztem. Nem kellett volna megütnem. Bocsánat, ez én hülyeségem volt. Azért remettem Szindrát is fényen megadom. Jó, erre nem mondok inkább semmit. Mégis tök logikus volt, hogy ők is kékre mennek, de azért próbálkoztam bunkó lenni, de nem jött össze. Hát jó, ez esetben végül is amúgy igazából megvetjük már a pickaxot megint. Dragon 4 perc, hamarosan szerintem akár egy baront is benézhetnénk, hogy még erősebb legyen a pusher power. És ne csak mi, hanem a minionjaink is erősebbek legyenek, az MF pedig elrögte magát. Aztán meg is olvad. Bört. Örülök az ilyen pozitív játékosoknak, hogy ez bört. LOL! LOL! Az szép volt tingettel az a mentés amúgy. Viszont beindult a master. De szerintem nincs szétfigyelve, úgyhogy az egész korrekt volt. Na, team jövök én is. Wait me guys, wait me. Morgana, nézzük a csapatot. 11-2, 11-7, 0-5-4, 9-3-7, 3-1-19. Az ellenfél pedig 2-9, 10-9, 0-6, 2-4-4-6. Rendben. Ahogy látom, szerintem most be tudjuk pusher power-ozni itt az egészet. Pukemberünk megint megindult. De gyerek, inkább kiflessek. Hát akkor mindegy igazából. Ajaj. Azért egy kicsit izgultam. Nem baj, de akkor bepusher power-ozzük ezt. Ó, ezt nem akartam megnyomni, de tök mindegy. Hát mégis így is jó a pusher power. Elég jót sebzek már rá. Szép. Úgy mit szólsz ahhoz, hogy elmegyünk? Menjünk. Szép! Ez téged amúgy jó volt. Jó. Nem csak omul, de jó. Szemét. Megint volt B.O. térkám és nem használtam el. Nem baj, legalább most már megvan a Last Whisperünk is. És akkor megvesszük a Banshee-t. Vagy hát, ja, szerintem azt kéne. Ja, talán Banshee lenne az igazi. Úgy az azért egy jó 450 HP-t, 55 Magic Resist-et megkapunk ugye, még egy jó kis HP regent is, meg hát az persze spell-sire se szabad elfelejteni. Ami azért sokat tud segíteni egy ilyen Morgana, Syndra, Miss Fortune dolog ellen. Hát ugye a Syndra ellen nagyon jó az a spell-sire, nem tud leszanolni egyből. Meg így talán nem is börtön el minket egyből. Hát, meglátjuk, szerintem ez lesz a legészszerűbb, meg legnormálisabb. Ó, én kapok azt, kapok a pirosat. Jaj, de aranyos vagy. Jövök, ezt lecsípem. A farmban, ja, hát mostában igen farmoltuk túl magunkat, úgyhogy kb. Ja. Még mindig nem a fényesre, nem vagyok büszke. Ó, viszont azért a 700-as sebzésre már azért ez korrektebb volt, mint amennyire akartam. Hamarosan level 3-as az ultink. Pontosan kb. Egy minion hiány most. Ne ijeszteges matánya. Jó, ennyi kill mellett persze vörtök a farm, de lehetne jobb még az is. Ujjjjjjjj, megérte, mi volt ez a piros csík? Megint ki kéne használnom jól a Twitch-nek a sztráthatlanságát. Csak ugye azért nem szeretem annyira ezt a karaktert, mert be kell mennem így a fájba konkrétan ahhoz, hogy ki tudjam használni. Jó, az arcodba állok, csak úgy a biztonság kedvéért is.
Au, au. Jó. Nem tudtam kijutni. Lassítás, mi volt rajtam? Ami... Ja, értem már. Rajtam volt ami lassítás, ugye egyszer nem bírtam mozogni. Meg még ütöttem is mellé a utakkal. Jó, egy gyerekeket ez végülis annyira nem értem amúgy meg. Főleg, hogy Masternek kongörcse van, ahogy látom, mert rá kell flashelnie. Viszont lehet leiszelnek minket csúnyán. Ja, elég valószínű. Ott a trutymúgy. Minion blokk. Gól! Igen, ész. Jó, hát gyorsan 200 goldot össze kéne csípni, úgyhogy botra le fogok gyorsan suhanni, lecsípem azt a farmot. És ja. Hát csak meglátjuk. Jó, szomorú lenne, ha így vesztenénk, szóval nem kell, nem kéne. Valaki viszont menjen topra is, és le kell vinni majd a dragont. Oké, és tánja megy topra. Srácok, én elviszem a bot farmot, és akkor utána készülődjünk arra a dragonra. Na, hát nagy összességgel könnyebb lenne ezt a meccset lehozni, ha tudnám kezelni egyáltalán Twitch-et. Ah, ők is oda mentek. Viszont nekik nincs jungle-sük még, és most már van, de idő, amíg odafut, meg... Na hát most. Jaj, bunkó! Bunkó kill. Egy bunkó ütés. Lol. Ott lassítottam. Ne állj meg, Amumu! Mit csinálsz? Ne állj meg! Miért állsz meg? What? Ez kicsit fura volt, nem baj. Jaj, lag? Értem. Jó, se gáz. Csak így a fázis késés egy kicsit néztem, hogy mi van. Jó, hát két dragont vittek el ők is, meg mi is. Hát akkor mi eznek örömére elvisztünk egy baron szerintem, úgyhogy, ja, én is ezt mondom. Nem biztos, hogy túl jó call, reméljük. Hát igazából Tanya, kis sapis baronunkat, hagyjuk. Tanya, sics. Sutyó sutyarák itt van velem. Jó. Most, hogy bevardolták a baront, nem kéne oda menni annyira. Vicsünk dalol egyet. És hogy látom, Morgana boton pusol az ellenfélnél. Igen, én is azt tudtam, hogy Morgana boton van, viszont nekem még a Banshee az kéne egy 1000-es kb. Így nincs sok magic resistem, és még elég sok HP-tól is elvontam magam. Ajajajajaj. Nehéz, mert csak táncolgatunk itt jobbra-balra, nincs igazán fight, és a színre le fog tudni minket elég rendesen pókolni. Jó, hát dobálom én is a kis duplamémet, azzal stackelem rá. Az de szép, úgy de gyönyörű volt. Az mindent tiszteltem. Jó. Triple kill. Team. Menj tankoljon, please. Úristen, meddig elér ez a lézer. Jaj, hát itt ebben, ezt valami kicsit túl gondoltam, nem vagyok olyan bátor. Gyorsan csirkéket levágom, és topot is elvittük, nagyon szuper. Ilyen az inhibitorunk is megvan, és én is azt mondom, menjünk egy baront. Ha kitankolja a team, pedig ki fogja tudni tankolni, mert Tanya is már elég tankos, plusz még ott van neki, ha minden igaz, a Seraph's Embrace. Így akkor szerintem csak meg lehet. Na, kitankolja. Ne tankolja, mennyi AP-val, please. Menjetek már. Jó, baron itt japán pornós csápokat így dobálja aztán, de a sapi az mint rohadt jó, nekem nagyon tetszik. Mosogass, tankolt, lehetőleg léci. Hogy, ja, nem is kell, elég szépen leszettük. Jó, így miénk Bron. Megvan a Banshee-zvel, és vehetjük a potit. Na, a potink, ami pedig lesz, az a... Vrat, elég szép Vrat. Nagyon szuper. Jó,
Trinketet nem fejlesztek, egyelőre annak nincs értelme. Jobban szeretem ezt a trinketet, mert inkább kevesebb ideig legyen vardom, de többször, mint sok ideig legyen kevesebb szer. Tehát így jobb, mert ezzel csak beszoktam kukkantani, de viszont te buta vagyok, ezt a vardot ugye vagyok most. AD carry-zek elfejlettem, nem midezek. Így ennek nagyobb értelme van. Okés. Ugye ezt jobban szeretem az AD carry-nek, mert ezzel meg lehet világítani egy terület, egy elég nagy területet amúgy. Nem is tudom, hogy látszik egyáltalán. Na mindegy, jó nagy területet szól, az elég korrekt. És elvittük a baront, így ha közel megyünk a minionokhoz, ugye ők erősebbek lesznek, látjátok, még kis korrekt, még is lila köntöst kapnak, már kicsit meg is nőnek, ilyen szteroidoznak. És velük könnyebben fogunk tudni pusolni jóval, meg azért nem szabad lebecsülni azt sem, hogy ők mennyit tudnak sebezni. Főleg így felerősített formában, ugye alapból sokszor nyertek már minionok játékot, gondolom nálatok is. Meg sokszor a lénen is majdnem meghaltam miattuk, meg párszor, meg most is előbb majdnem megöltek, szóval nem szabad őket alábecsülni. És most nagyon kell figyelnem, hogy mindenképpen jól kell helyezkednem. Ne fussak olyan kis hibába, mint az előbb az MF, amikor a mi Morgánánk ugye elkapta őt, és hát gondolom azonnal meg is halt. Ha így fel tudjuk tartani a minionokat, ez csak azt így fog eredményezni, hogy minél, hát egy... Valamikor már mi fogunk tudni pusolni. Jöttem, hogy itt feltartjuk a minionokat, ugye ő tőlük nem megy ki egy se, tőlünk viszont jön folyamatosan. Az pedig szép próbálkozás volt, majdnem meg is lett. Ezeket a minionokra, ezekre gondoltam, ezeket kell feltartani, csak... Igen, ennek így volt értelme. Elég nagy sebzést tudtam biztosítani a Syndrára. Au. De a biotérket megint nem tudom elnyomni, és még healem is van, szóval ez egy elég jó hír. Au! És még el is flasheltem, lol. Jó, ez igen, mastery late game, erre gondoltam mastery late game alatt, hogy ugye... már sebez. Ott a quadra kill. Ott a penta kill, na, hát ja. Hogy erre gondoltam a mastery late game alatt, viszont a jó hír az, hogy ugye már eljutottunk addig, hogy az inhibitort leszettük, illetve már csak a Nexus van. Ja, és van Dragon is, így a Dragont el kéne vinnünk, de viszont nekik most 42 másodperc szabad pusher erejük van. Hiába van nálunk a Super Minion, ugye Master ezzel így gyorsan tudja őket csapni. És ha majd elvisznek még egy Dragont, akkor Movement Speed-et fognak kapni, következő 15% Damage to Minions and Monsters, szóval 15%-kal többet sebezünk a minionokba, illetve a szörnyekbe. És hogy látom, ez egy elég érdekes push már, úgy értem, én haltam meg legelőször, így én is fogok éledni legelőször, még kb. 15 másodperc. Topot vagy botot, vagy midet fogom tudni megmenteni. Jó, topot úgy látom, hogy annyira nem kell. Hát, az nem, az a baj, hogy ez mindenképpen szívás. Ajaj. Azt hiszem, el fogják tudni az inhibitort vinni. Én nem tudok elmenni sajnos, ez viszont nagyon szép volt, shutdown, most kell végig tolnunk. Most kell végig tolnunk, meghalt a mastery, nem állíthat meg minket most nagyon senki. Csak menjünk. A super minionok nekünk segítenek úgyis. Már is visszaélet az enemy inhibitor, hiszen még csak most ütöttük le. Nincs sok időnk. Aj, nem sokon múlt. Nem baj. Csak menjünk, még 40 másodperc van masterig. Van ultim, mindenem, szép. Pókember? Ej, nem pókember. Gyerünk, srácok. Jó. Syndra meghalt. És innét már csak annyi dolgom van, hogy... Ne. Hagyj békén. Backdoor, jó, kész, igazából megvan. Na, láttál, bitch? Gondolom ez is azt jelenti, hogy nagyon szeret engem, de tök mindegy. GGVP, hát ez egy izgalmas meccs volt. Kicsit fura lett a vége, de megnyertük, ez a lényeg. Úgyhogy végre van egy vinem, már egy hete nem volt. Nagyon szuper, na. Nekem tetszett ez a Twitch AD carry-t, láthatjátok, első mese, és azért lehet vele valamennyit alkotni. Remélem tetszett nektek ez a videó, srácok. Lájkokat, kommenteket, ahogy érzitek, és pácsi!